Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit az elmélkedésünk negyedik részével, és folytatjuk az előző témánkat, hit és tudás, isteni kegyelem és szabad akarat, és el lehet-e veszíteni az Istenben való hitet. Ugye az előző adás epizód ott ért véget, hogy jutalomért tesszük-e a jót, és hogyan tudjuk ezt okosan megmagyarázni, hogy a túlvilági jutalom és a büntetés az bizony a legszorosabban az Istenhez kapcsolódó fogalom. Ugye a kereszténység nem arra tanít, hogy csak a jutalom és a büntetés szempontjai miatt tegyük a jót, és kerüljük a rosszat. De ahogy múlt alkalommal is idéztem Banga Bélát, jobb a jutalom és a félelem indítékaira is támaszkodni, mint az erkölcsi harcban teljességgel lemaradni. Egyébként a túlvilági jutalom és a büntetés szintén Istennel kapcsolódó természet fölötti indítók. És ez nem állítható egy sorba az önzésnek a motivumából, mert esetleg elhangzanak olyan vádak, mondjuk akár ellenséges megnyilvánulásként, vagy tájékozatlanságból, hogy hát ez tulajdonképpen önzés, hogy valaki a jutalomért teszi a jót. Ne felejtsük el, hogy az az önző, és a süccant annak a definíciója, önző ugyanis az, aki mások kizárásával magának foglal le értékeket, és méghozzá olyanokat, amelyekre nincs kellő erkölcsi jogcíme. Tehát ha valakiket például jogtalanul kizárnak valamiből, például, vagy valaki olyan dolgokat akar magának, amihez mondjuk nincsen jogcíme, nem illeti meg őt. Hát tudunk a hétköznapi életből rengeteg ilyen példát felsorolni, és az önzés az ezt jelenti. Na most, a túlvilági jutalomnak a legfőbb foka itt is az Isten szeretete. Tehát ha mennyországról, ugye, megint csak így emberi szóval szólva, tehát az üdvösségről beszélünk, akkor a mennyország elérésének a célja, ugye az az Isten elérésének a célja, nem valamit kapunk, hanem valakit kapunk, a lét teljességét kapjuk az üdvösségben, ugye amiről beszéltünk az előző adásban, hogy ezt ne is próbáljuk elképzelni, mert nem tudjuk elképzelni, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az nincs, vagy kevésbé hiteles. Tehát ez a legnemesebb indíték, a büntetés pedig az Istennek az elvesztése. És ne felejtsük el azt sem, hogy azért még senki nem fogja a jót cselekedni, mert azt jónak hívják. Ha csak nincs a szó mögött reálisabb felső törvény is, tehát az isteni akarat, és az isteni akarattal viszont szükségképpen együtt jár a jutalom és a büntetés. Tehát ez egy olyan gondolatmenet és érvrendszer, amivel meg tudunk válaszolni azoknak is, akik mondjuk akár jószándékúan keresik ennek a kérdésnek a megoldását, hát vagy esetleg nem éppen barátságos szándékkal közelednek, de ezzel talán az ő értelmükbe is tudunk egy kis világosságot gyújtani. Egy fontos kérdés az, és ez sem egyszerű kérdés, hogy el lehet-e veszíteni az Istenbe vetett hitet. Ugye azt tanuljuk a hittanban, hogy az Istenbe vetett hit, tehát a vallás és a természet fölötti hit, mindig az Istennek a kezdeményezése. És akkor itt meg szokták kérdezni, hogy mindenkinek hívőnek kellene lenni, Isten hívőnek, hát természetesen ugye a szabad akaratával mindenki dönt. És ahogy egyszer Jelenics tanár úr mondta a hittanóráján, ugye akit az első bevezető
elmélkedésbe idéztem, hogy hát olyan az élet, mint egy labdajáték. Tehát kapunk mi is jó passzokat, adunk mi is jó passzokat. Tehát az emberek egymás közti kapcsolatában, de az első kiinduló pont hit tekintetében mindig az Isten. Mert magunktól nem tudunk egy természet fölötti hitet megszerezni. Az Isten ezt adja, fölkínálja a lelkünkben, az értelemmel és szabad akarattal bíró lelkünkbe, és nekünk döntenünk kell mellette. És ez a döntés, ez persze nem egy egyszerű dolog, meg ahogy mondani szoktuk, hát ez tulajdonképpen az életünk végéig tart ez a folyamatos döntés, mindennapi döntés. Adódik a kérdés, hogy miért van az, hogy az ember el tudja a hitét veszíteni, vagy mégis el tud követni akár súlyos bűnöket is, annak ellenére, vagy amellett, hogy az isteni kegyelem az jelen van. Ugye azért azt ne felejtsük el, ha valaki jó szándékkal vezeti az életét, és még itt most belevehetjük a természetes erkölcsöt is, tehát ha valaki az önhibáján kívül nem hisz, tehát a természetes erkölcsöt, akkor a természetes erkölcs is érték az Isten előtt, tehát ugyanolyan érték, és a vallás erkölcs az pedig ugye az Isten hát kegyelmének a következménye. Milyen kegyelmek vannak, milyen segítő kegyelmei az Istennek? Hát van az úgynevezett elégséges kegyelem, a valóban elégséges kegyelem, és az éppen elégséges kegyelem. Most itt nem idézném őket latinul, Schütz Antalnak a dogmatikájából származik, és ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy ez a valóban elégséges kegyelem, ez már tartalmazza az embernek a szabad akarati döntését is. Tehát a szabad akarati döntését is, és az igaz hitnek az elhagyása, amit ugye hitehagyásnak szoktunk hívni, az, ha hanyagságból, nem törődömségből történik, és hát ugye általában ebből szokott történni, hát az bizony egy Isten ellen fordulásnak minősül. Most természetesen nem akarunk olyan eseteket elemezni, és lehetne erre gondolni, hogy valakinek mondjuk a hite meggyengül a rengeteg tragédia láttán, ugye hát most ugye Jobbnak az esetét mondhatjuk, hogy ugye ő próbára lett téve, és a végsőkig kitartott, tehát most nem akarunk itt ilyen részletekbe menően, vagy nem szeretnék gondolni, itt most mondjuk azt, hogy aki tehet róla, tehát aki tehet róla, és ez bizony lehet egy hanyagság is, tehetek arról, hogy nem foglalkozom ilyen kérdésekkel, majd lesz, ahogy lesz, majd az Isten úgyis elrendezi, hát nem fogja az Isten elrendezni, nélkülünk nem fogja elrendezni, ugye, ahogy talán Szent Ágoston mondotta, hogy aki megteremtett téged akaratod nélkül, az nem fog üdvözíteni téged akaratod nélkül. Na most az igaz Isten hit tulajdonképpen a szabad akaratnak, az Isten igazságához való csatlakozása. És az abban való megállapodás. Tehát elfogadom, elhiszem, továbbfejlesztem. És ezután ugye az isteni kegyelem az egyre inkább növekszik, tehát a megszentelő kegyelem, és hogyha azt az ember mondjuk egy súlyos bűnnel ki nem oltja, hát akkor az nem szűnik meg, ugye ezt csak zárójelben szeretném megjegyezni, és ez nem vakmerőség, vagy nem egy lazaságot jelent, hogy azért aki tartja az irányt, és igyekszik akaratával az Isten kegyelmében megmaradni, az nagyon nehezen esik ki a kegyelemből. Tehát az Isten, ahogy mondani szokták, ugye a bűnösöket bűnükön alul bünteti, és a jókat érdemeiken felül jutalmazza. Tehát ha vannak gyengeségeink,
botlásaink, vagy nagyobb botlásaink, de az akaratunk az vissza akar térni az Istenhez, mert ugye ez akarati kérdés, a bűnbánat is, akkor az Isten ad valóban elégséges kegyelmet, hogy vissza is tudjunk hozzátérni. És ahogy az előbb mondtuk, ugye a vallásos hitnek az alapja az emberi ész, és a kezdeményezője az Isten, maga az Isten a kegyelmével, és ilyen esetben, hogyha valaki az Isten kegyelmét már bírja, tehát van hite, vallásos hite, ahogy a Szentírás is írja, hogy hát ez az isteni kegyelem, ez megingathatatlan és visszavonhatatlan. Úgy szoktuk mondani, hogy a hit tény természeténél fogva megingathatatlan és visszavonhatatlan, szabad akarata által az embernek ugyan van arra képessége és szabadsága, hogy a hitét utóbb visszavonja. De nincs rá erkölcsi indítéka, nem lehet rá erkölcsi indítéka és joga sem. Ugyanis semmi nem indokolhatja a föltétlen isteni igazságtól való elhajlást. Ugye, ahogy Schütz Antal is mondja, hogy az egyszer elfogadott hitet nem szabad vizsgálat alá venni. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek hitbeli kérdéseink, vagy akár ne legyenek hitbeli kételjeink, mert valamit nem értünk, teljesen más. Szándékosan ne legyenek olyan kételkedéseink, ami az Istentől eltávolítana. Kérdezni természetesen szabad, nem érteni sok minden természetesen szabad, de ezeknek amennyire lehet, emberileg utána kell járni. És ugye, ahogy Schütz Antal folytatja, a kinyilatkoztató isteni tekintély nem tűr revíziót, és aki ezt megcselekszi, tehát úgymond a hitét elhagyja, vagy kiesik a hitéből, elveszíti hitét, az csak a saját hibájából veszítheti el. Na most ide azért tegyük hozzá azt, hogy ha valakit mondjuk egy nagy megrázkódtatás ér, és mondjuk akár fél évre, egy évre, két évre, úgymond hite hagyott lesz, tehát nem tud az Istennel foglalkozni, és lélektani alapon nagyon rossz állapotban van, de ő szeretne hinni, és megpróbál egy kicsit imádkozni, vagy szándékába, vagy akár burkolt szándékába, ott van az, hogy ő azért nem akar az Istentől elszakadni, csak egész egyszerűen nem tud az Istenre rákapcsolódni, akkor az Isten előbb-utóbb meg fogja neki adni azt a kegyelmet, hogy ő újra visszatérhet. Aki egyszer természet fölötti hitet vallott, az bírta Isten kegyelmét. Örök időkre szóló visszavonhatatlan tényben hódolt meg Istennek, és csatlakozott tulajdonképpen a magának az Istennek a hűségével. Ugye, mert Szentírásban is benne van, hogy ugye hűséges az Isten, tehát ő megadja azt a kegyelmeket, ami azokat a kegyelmeket, ami szükséges a hithez. És Isten pedig senkit el nem hagy, aki őt nem hagyja el. Tehát, hogyha az ember elveszíti a hitét, és ilyen értelemben, ahogy most ezt elemeztük, akkor annak csak és kizárólag ő lehet az oka. De itt még egyszer szeretnék visszatérni arra, hogy ez most nem azt jelenti, hogy aki nagy válságokon megy át az életében, például Szent Teréz is volt talán így, hogy évekig érzett egy lelki szárazságot, nem volt ő hitetlen, csak nagyon nehéz megpróbáltatások alatt volt, és nem azt jelenti, hogy elhagyta a hitét, ugye, ahogy olvassuk az egyik nagyon
érdekes, talán egy jezsuita atya bocsátotta közre, ugye a lábnyomok talán többen ismerik, amikor az Istennel együtt menetel valaki, és látja azt, hogy két-két lábnak a nyoma van az úton mögöttük, és akkor egyszer ennek az embernek, aki menetel az Istennel, mondjuk Jézussal, azt látja, ugye egy nagyon rossz helyzetbe kerül, és akkor utána azt látja a háta mögött, hogy hát eltűnt két lábnyom, és eltűnt az Istennek a lábnyoma, és csak az én lábnyomom van ott az útnak a porába, és akkor megkérdezi az Istent, hogy hát, Uram, hát ilyen állapotban voltam, és akkor, hát te akkor csak nem elhagytál engem, hát nem látom a lábnyomodat. És akkor azt mondja neki az Isten, ez egy nagyon szép ilyen példázat, azt mondja, hogy gyermekem, akkor az ölembe vettelek, és úgy vittelek téged, amikor te ilyen nehéz helyzetben voltál, és az a két lábnyom az azért lett egy, mert az ölembe vittelek, és az az én lábnyomom volt, amit most te látszott. Tehát az Isten az ilyen. Tehát így ezt szabad elképzelnünk egy kicsit, ilyen szinten szabad elképzelni, és ez segít minket ahhoz, vagy segíthet minket ahhoz, hogy hát ezeket a magasabb gondolatokat, vagy magasabb teológiai igazságokat is egy kicsit közelebb hozzuk, ugye, ahogy Erdős Mátyás atya mondta az egyik beszédében, most újra vissza szeretnék rá térni, hogy egy prédikációban kell teológiát is tanítani, de nem nagyon mélyen, és kell valami fogódzót is adni, ugye, mint egy almás kosáron van két fül, meg lehessen fogni azt az almás kosarat, tehát meg lehessen fogni azt a teológiai tanítást valamilyen példázattal. És nagyon érdekes az, hogy ahogy talán az előbbi elmélkedésünkben is beszéltünk róla az előző adásban, hogy ugye mi időben élünk. Tehát besötétedik, utána lámpát gyújtunk például, vagy az élet mindennapi eseményei is időbe következnek egymás után. Ugye szoktuk is mondani, vagy idézni, hogy a mozgásnak a száma az idő, tempus est numerus motus, hadd idézzem egy kicsit latinul is, tehát az idő, az a mozgások száma, ugye sok mindent csinálunk, gyorsabbnak érezzük az időt, ha nincs teendőnk, nagyon lassan telik az idő. Tehát mi időben dolgozunk, ugye az Istenben pedig minden egyszerre van meg. És visszatérve ide még az üdvösség kérdésére, ugye az üdvösséget, ahogy beszéltünk róla, azt megérdemelhetjük, de nem kiérdemelhetjük. Tehát, mint jogunkat nem követelhetjük az Istentől, hogy én most ennyit imádkoztam, ennyit böjtöltem, ennyi szentírás sort olvastam, vagy fejezetet olvastam el, akkor nekem ezért jár az üdvösség. Hát persze ezt nem is gondolja komolyan senki így, aki helyén van a katolikus keresztény vallásban, de azért mégis jó ebbe belegondolni, hogy ugye Jézus kiérdemelte nekünk az üdvösséget, de mi a szabad akarati cselekedeteinkkel, mint megszolgált jutalmat megkaphatjuk, tehát megérdemelhetjük, és ebben bízunk.